Sziasztok! Visszatértünk Afrikába, Zanzibárral, sajnos csak így virtuálisan. A mai videónk témája a nagyszarvú mocsárantilóp. A nagyszarvú mocsárantilóp az emlősök osztályának párosújú patások rendjébe, ezen belül pedig a tülkös szarvúak családjába és a nádi antilóp formák alcsaládjába tartozó faj. Előfordulási területe a Fehér Nílus vidéke Szudán déli részén és Etiópia délnyugati mocsaras ingoványos területei. A Fehér Nílus a Kék Nílussal együtt a Nílus legfontosabb forrásága. Az állat angol neve a Nile Leechwe, nílusi antilopot jelent, mivel a Leechwe szót az angol elnevezés a bantuból kölcsönözte, ahol antilopot jelent. A nagyszarvú mocsári antilop jellemzően a mélyebb mocsarakkal határos sekély vizekben fordul elő, ahol a víznek 10-40 cm közötti mélysége van. Szudánban a populáció többsége a szudmocsarakban, kisebb számban pedig az etióp határhoz közeli Makhar vidékén található. Etiópiában délnyugaton a Gambella Nemzeti Parkban fordul elő, de sokkal kisebb számban, valószínűleg az emberi betelepülés és az élőhelyek degradációja miatt. Élőhelyét súlyosan érintették a polgárháborúk, az emberek kitelepítése és áttelepítése, lőfegyveres támadások és megnövekedett vadászat. Még a szezonális mozgását is korlátozták a területen és környékén a nagy szarvasmarha populációk. A szudmocsarakban a populációja azonban valamennyire még stabil maradt. A nagyszarvú mocsári antilop esetén is megfigyelhető a szexuális dimorfizmus. A hímek átlagosan 165 cm hosszúak és 100-105 cm közötti a marmagasságuk, súlyuk 90 és 120 kg között van. A nőstények átlagosan 135 cm hosszúak, 80-85 cm a marmagasságuk, súlyuk pedig 60 és 90 kg közötti. A nagyszarvú mocsárantilopok átlagosan 10-11,5 évig élnek, de ez ritkán lehet akár 19 év is. Csak a bika rendelkezik szarval, ez lantformában hátraívelődik. Hossza 50 és 87 cm között lehet. Szőrük bozontos, a pofán lévő szőr mindkét nemnél különösen hosszú. A hímek nyakán pedig még hosszabb szőr is lehet. A hím bundája sötétbarna, a nyakatövében jellemző fehéres vagy világos barna folt van. A faj képviselőinek szemei körül félkörben fehér folt húzódik, s a hímek füle szintén fehér. A nőstényeknek és a fiatal hímeknek sárgásbarna, aranybarna szőrzetük van, de a hímek színe 2-3 éves koruk után sötétbarnára változik. A nőstények hangja, mintha egy béka brekegése és egy disznó horkantása között lenne. Amikor a tehén a borját hívja, annak van egy speciális hangja, amivel válaszol. A bikák némileg a tehenek hangjához hasonló hívást produkálnak, de egy kicsit több horkantással. Ez a hangzás gyakran más bikákra irányul a társas interakciók során. Harc közben a hímek lehajtják a fejüket és a szarvakkal egymásnak nyomulnak. Ha az egyik hím lényegesen kisebb, mint a másik, akkor többet észel, mint erővel, a nagyobb hím mellé mozdul párhuzamos helyzetben, és onnan lögdösi a nagyot, ami megakadályozza, hogy a nagyobb például teljes erejével nyomuljon neki. Ismert ragadozói az emberek, az oroszlánok, a krokodilok, a gepárdok, a vadkutyák és a leopárdok. Veszély esetén vízbe menekülnek, de a nőstények közvetlen támadással, főleg rugdosással védik meg utódaikat a kisebb ragadozóktól. Az egyéves nagyszarvú mocsári antilopokat gyakran fertőzik meg a bagócslegyek. Ez legyengíti egészségi állapotukat, ami magas halálozási arányt eredményezhet. Nappali állatok kora reggel és késő délután aktívak. A csordáik általában kb. 50 egyedből állnak, de akár több száz egyedes is előfordulhat, a terület méretétől függően. Ezekben egy bika és háreme van, de kisebb bikákból álló csordák is lehetnek. A területtel rendelkező bikák néha beengednek egy-egy öreg bikát a területükre, hogy őrizzék a teritoriumot, de nem párosodhatnak. A nagyszarvú mocsárantilopok nedvdús füvekkel és vízinövényekkel táplálkoznak.
Az árvíz szezon kezdetén a vadrizsa kedvelt táplálékuk, míg a mocsári fűfélék nagyobb hányadát akkor fogyasztják el, amikor a vizek apadnak. Különleges képességük van sekély vizekben gázolni és mélyebb vizekben úszni, és a fák és bokrok fiatal leveleivel is táplálkozhatnak. Mindkét nem 2 éves korában éri el az ivarérettséget. Egész évben szaporodhatnak, de a csúcspontjuk legalábbis fogságban február és május között van. A párzási időszakban a fiatal hímek szarvukat a földre hajtják, mintha a földet akarnák megbökni. A bikák a vízben harcolnak a dominanciáért, fejük közben víz alá merül. Ezek a harcok általában rövidek és erőszakosak. Mint sok más állatnál, csak a domináns bika párosodik. A kiválasztott tehén jelölése egyedülálló formája a párzás kezdetének. Most kapaszkodj! A hím a fejét a földre hajtja, és a torkába és az arcszőrébe vizel. Ezután csöpögő szakállát a nőstény homlokára és farára dörzsöli. A vemhesség átlagosan 7 és 9 hónap közöttig tart, utána egyetlen borjú születik. A borjak körülbelül 4,5-5,5 kg-os súllyal jönnek a világra. A tehenek újra megtermékenyíthetővé válnak körülbelül egy hónappal a borjuk születése után. Születése után a borjuk 2-3 hétig sűrű növényzetben rejtve marad, ahol az anyja szoptatja. 5-6 hónapos korában elválasztják, és 6-8 hónaposan függetlenedik az anyjától, és csatlakozik a csordához. A legtöbb nősténynek minden évben van borja. A faj szerepel a Természetvédelmi Világszövetség vörös listáján a veszélyeztetett státuszban. Eredeti élőhelyén, Szudán déli területein 1983-ban készült légi felmérések alapján még 30-40 ezer egyedre becsülték a populációt, amelynek 95%-a a Szudzban élt, a többi szétszórva Szudánban és Etiópiában. Ekkoriban a Makhar vidékén 900-ra becsülték az egyedszámot. 1967-ben a Giló folyó mocsaraiból körülbelül 150 egyedes populációt jelentettek. A SZAC régióbeli populáció 2007-ben már csak kb. 4300 állat volt, ami hatalmas csökkenés 2,5 évtized alatt. 1988-ban a legnagyobb vadonbéli állománya az etiópiai Makhar Gambella vidékén élt, ma ez a terület az etiópiai Gambella Nemzeti Park. Dél-Szudánban a populációk 3 védett területen fordulnak elő. A Zeraf vadrezervátumban, amely több mint 9700 négyzetkilométeren terül el a Bahr el-Zeraf mentén, itt 2007-ben a száraz időszak kezdetén kb. 4000 példányt számláltak. A Fanyikang vadrezervátumban, a Bahr el-Ghazaltól északra, amely több mint 480 négyzetkilométeren terül el, és a Sambe Nemzeti Parkban, amely több mint 620 négyzetkilométeren terül el a Bahr el-Jabal mentén. Az antilopok folyamatosan mozognak ezeken a területeken. Habár egyre nagyobb a fogságban tartott populáció, még így is ritkának számít állatkertekben. Magyarországon jelenleg a fővárosi állat- és növénykert szavanna kifutójában él egy kisebb csapat e fajból. A fővárosi állat- és növénykert saját honlapján jelentette be, hogy 2009. február 16-án Magyarországon először született fogságban nagyszarvú mocsári antilop borjú. Köszönöm, hogy megnézted! Szívesen veszem a hozzászólást, a lájkot és ha megosztod a videót. Ne felejts el feliratkozni sem. Legyen szép napod!